Jó reggelt kívánok 2021. március 2-án, kedden. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, megköszönjük neked, hogy felkelhettünk ezen a mai reggelen is. Adtál erőt, hogy felkeljünk, nem vagyunk betegek, hogy ágyba kelljen maradnunk. És van, amikor nehezen megy ez a felkelés, és úgy érezzük, hogy alig bírunk felkelni. Máskor szinte kipattanunk az ágyból tele, életerővel, tetrekészséggel. Addurunk, hogy mindig meglássuk, hogy egy-egy napon mivel tudunk téged szolgálni. Ha kedves te erőtted, vezérelj erre minket a te igédben is. Szent Lélek Isten, légy közöttünk az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Isten igéjét olvasom a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból, a János írása szerint való evangélium 12. részéből a 37. verstől a 43. verssel bezárólag a következőképpen. Noha Jézus ennyi jelet tett előttük, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik: Uram, ki hitt a mi beszédünknek és az Úr karjának ereje, ki előtt lett nyilvánvalóvá? Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta: megvakította a szemüket és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő tudnélik Jézus dicsőségét, és ő róla szólt. Jól lehet, a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallották meg ezt a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából, mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Eddig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvérek, ha egy mondatban kellene összefoglalni, hogy mi ennek az ige szakasznak az üzenete, akkor az így hangzana: te kinek akarsz tetszeni? Kinek akarsz tetszeni? Mert hogy azt látjuk, hogy mint egy összefoglalólag János apostol elmondja, hogy mennyi minden jelet tett az Úr Jézus Krisztus. És mégis vannak, akik hisznek benne, vannak, akik nem hisznek benne, vannak, akik az emberektől nyert dicsőségre vágynak, vannak pedig, akik az Istentől nyert dicsőségre. Ez attól függ pusztán, hogy kinek akarok tetszeni. Háromféle ember jelenik meg ebben az ige szakaszban. A Bibliaolvasó kalauzban ezen a héten Michna Krisztina magyaráz, hadd olvassam fel az idevágó mai napit. Uram, ki hitt a mi beszédünknek? Vannak, akik nem hisznek benne, hiába kaptak jeleket tőle. A bajba segítségül hívták Istent, az ő segítségével megtalálták a kiutat, de aztán elfelejtették az egészet. Akadnak olyanok is, akik a szívük mélyén hisznek benne, de különféle okokból nem vallják meg ezt mások előtt. Magán ügy. Fontosabb, hogy mit gondolnak róluk az emberek, mint az, hogy tetszik-e Istennek az életük. Végül ott van Ézsaiás, a próféta, aki látta az Isten dicsőségét, és nem tehette meg, hogy ne hirdesse azt. Nem szűnt meg Istenről beszélni akkor sem, amikor nem hallgattak rá. Te melyikre hasonlítasz? Melyik volt ez a háromféle? Az, aki nem hisz Istenbe, talán segítségül hívja akkor, amikor baj van, de aztán elfelejti. Valójában hitetlen. Ott van az, aki hisz ugyan Istenben, de nem meri felvállalni, nem mer beszélni róla, amikor bizonyságtételre kerül a sor. És ott van a harmadik, aki nem csak hisz benne, hanem ezt el is meri mondani másoknak. Te melyikhez hasonlítasz? Mert hogy van, aki az emberektől vár dicsőséget, és van, aki az Istentől várja. Mit jelent emberektől nyerni dicsőséget? Ez általában kétféle módon szokott megnyilvánulni. Vagy tárgyasult formába, vagy szóbeli formába. A tárgyasult forma, amikor valaki kap egy oklevelet, vagy egy serleget, esetleg pénzt, vagy pénzjutalmat, virágot, esetleg csokit, de ugyanez tárgyasult megfogalmazása az elismerésnek, a jutalomnak, az az érdemjegy is, amit a tanár vagy a tanító ad a gyermeknek. A szóbeli szintén lehet akár dicséret, akár megrovás vagy válveregetés. Ha őszinték merünk lenni, akkor bevalljuk. Mindannyiunknak szüksége van az elismerésre. Mindannyian vágyunk arra, hogy elismertek legyünk, hogy megdicsérjenek, hogy azt mondják, jól van, jó és hű szolgám. Vágyunk arra,
hogy mindaz, amit végzünk, az ne csak valamiféle felfeldobott kő legyen, ne csak valami hamu, amit elhord a szél, hanem valaki azt mondja rá, hogy igen, jól csináltad, nem volt haszontalan az a munka, amit végeztél. Mindenki vágyik az elismertségre, csak az a nem mindegy, hogy kitől. Kinek akarsz tetszeni? Kinek akarsz a kedvére tenni? Kinek a kedvéért öltözöl úgy, ahogy? Kinek a kedvéért mondod azt, amit? A fiatalok azt mondanák, kinek teszed a fejed? Nem az a baj, hogy elismertségre vágyunk, hanem az, hogyha ezt rossz helyen keressük. Mit jelent Istennek tetszeni? Mert hogy kinek akarok tetszeni? Annak, akitől várom az elismerést. Ha az emberektől várom az elismerést, az osztálytársaimtól, a barátaimtól, a munkatársaimtól, akkor olyan dolgokat fogok tenni, ami nekik tetszik. Ha az Istentől várom az elismerést, akkor olyan dolgokat fogok tenni, ami neki tetszik. Te kitől várod az elismerést? Kinek akarsz tetszeni? Van, amikor meg kell tanulni háttérben maradni. Amikor nem kell előrelépni. Amikor nem kell úgymond learatni a babérokat. Azt szokták mondani, hogy általános tapasztalat. Hogy azok, akik talán a legkevesebbet teszik, azok kapják a legnagyobb elismerést. Akik a legtöbbet teszik, őket meg gyakran észre sem veszik. A jó hírem az, hogy Isten tudja, Isten észreveszi. Mit jelent hitben hátralépni? Mit jelent háttérben maradni? Ez ki saját magának fogalmazhatja meg. Én magamnak mindig úgy fogalmazom meg, hogy van egy kedvenc csillagom. Ez a göncöl szekér rúdjának a középső csillaga melletti csillag. Szinte észre sem lehet venni. Annyira fényesen ragyog a göncöl szekér hét csillaga közül a középső rúd csillaga, hogy csak akkor lehet észrevenni azt a kicsike kis csillagot, ha valaki tudatosan keresi. Nekem ez a kedvenc csillagom. Mert arra figyelmeztet, hogy ne akarjak az Úr Jézus Krisztus mellett én nagy fénybe tündökölni. De bármikor megtalálható legyek, amikor szükség van rám. Ott legyek, és tudják, hol kell keresni. Csak az veszi észre azt a csillagot, aki tudatosan keresi. Egyébként utána néztem, az Alkor és Mizár csillagnak hívják ezeket, és valójában nem is kettő, hanem hat csillagot lehetne ott egyben látni annál az egynél. Szabad szemmel csak kettőt. Mit jelent háttérben maradni? Azt jelenti, hogy nem nekünk, Uram, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget. Adja Isten, hogy ez a mai napon, a mi életünkben is így legyen. Te kinek akarsz tetszeni? Tudsz-e háttérben maradni? Ha kell, akkor pedig előrelépni. Háttérben maradni, alázattal lenni a dicséretkor, és előrelépni, amikor bizonyságot kell tenni. Amen. Ma tégy valakinek bizonyságot. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy szabad háttérben maradni, és van, amikor Te előre tolsz bennünket, hogy na most mondjad. Add, hogy felismerjük, hogy Te mikor melyiket szeretnéd. Segíts, Urunk, neked tetszeni, hogy ne az emberektől várjunk elismerést, dicséretet, jutalmat, hanem tőled, hogy neked akarjunk megfelelni, neked akarjunk tetszeni. Köszönjük, Urunk, hogy így is tetszünk neked, ahogy vagyunk, hiszen Te alkottál minket, de azt szeretnénk, ha igazán tetszésedet találnád abban, amit teszünk. Ebbe segíts meg minket, kérünk ezen a mai napon. Ha kedves Te előtted, Te adj a betegeknek gyógyulást. Urunk, olyan sok hely van, ahol sokkal súlyosabb a járványhelyzet, mint mi nálunk. Kérünk, hogy Te segíts a Bodrog közön. Te segíts azokon a településeken, ahol valóban komoly fertőzöttségek vannak. Ha kedves Te előtted, állítsd meg ezt a vírust. Ha kedves Te előtted, add, hogy ne jöjjön megint az iskola bezárás, hogy ne kelljen nagy szigorításokat életbe léptetni. Ha mégis más lenne a Te akaratod, a Te rendelésed, akkor add, hogy azt is el tudjuk fogadni. Mindent a Te kezedből szeretnénk venni, Istenünk. Így kérünk, hogy Te adj gyógyulást mindazoknak, akik ezt tőled várják. Te adj vigasztalódást a szomorúaknak. Te adj megerősödést a gyengéknek. Légy kérünk mindannyiunkkal.
az Úr Jézus Krisztusért, aki itt tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldott napot mindenkinek!